Bakta Lóránt házán lesz a összejövetel, onnan jönnek Kisvárdáról, Nyíregyházáról. Hát lehet, hogy egyszer beszállok az autóba, de lehet, hogy végig fogom vinni. Én a Beregszászi Római Katolikus Egyházközségnél dolgozom, és az irodában hirdették a bicikli túrát, úgyhogy rögtön jelentkeztem. Akkor jönnek Kisvárdáról, meg Nyíregyházáról. És azt hiszem, hogy a szervezésnél minden olyan előkészületeket megtettünk, ami minél színesebbé teszi ezt a programot. Ez a túra és több más ilyen határon átnyúló túra a Kerékpárral hét határon át programsorozat részeként valósul meg. Ezt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatja. Idén 40 ilyen rendezvényünk van, amelyhez kisebb összeggel a minisztérium hozzájárul. Az a cél, hogy kisebb közösségek, határmenti kerékpáros egyesületek minél aktívabb és minél jobb kapcsolatot alakítsanak ki határon túli partner szervezetekkel, és közösen rendezzenek kerékpártúrát. Ez a mai rendezvény is ilyen, hisz Beregszászból, Nagykárolyról, Nyíregyházáról is érkeznek, Kisvárdáról is kerékpárosok érkeztek erre a mai rendezvényre. Felmegyünk az állapasztóra, és végig kerékpárutók fogunk közlekedni. Nagykárolyból indultunk biciklikkel, Nagybányáról vagyunk, de ugye Nagykárolyig autókkal utaztunk, majd onnan biciklivel Bakta Lóránt házáig, és akkor onnan vissza ide Máriapócsra. Ez így összesen egy olyan jó 65 kilométer volt. Beregszászba indultunk, a Beregszászi Római Katolikus Egyház szervezésébe. Az útvonal az Beregsurány, illetve Vásárosnemény, Vásárosneményen csatlakoztak a Vásárosnemények, mindig így összeszedjük gyakorlatilag az embereket. Aztán mentünk Ilk, Nyírmada, Bakta Lóránt házán, megnéztük a szép templomot, a gyönyörű árpádkori freskókat, és utána mentünk Ófehértóra, hogy ott is a templomot megnéztük, illetve tovább gyakorlatilag Máriapócsra. Kisvárdára érkeztünk, nagyon sok a kisvárdai csapatban, többségük az, de vannak környékben is, akik csatlakoztak hozzá, és abban az alkalomból jöttünk ide, van ez a Máriapócsi zingás zarándoklat, és erre kaptunk meghívást a Mészáros Imrétől, és ezen vettünk részt. Nagyon jó előjelekkel kezdődött az egész túra, nagyon kellemes időnk volt, jó körülmények között tudtunk túrázni, és nagy élmény volt, amikor régi túratársakkal a határon túlról összetalálkoztunk Bakta Lóránt házán, és onnan már közösen jöttünk ide Máriapócsra. Nagy élmény volt a ma reggeli istentisztelet a régi fa templomban, és örülök, hogy részt vehettem rajta.
sokat beszélgetünk, amikor megtudják, hogy pap vagyok, és végig tekerek velük akár 200 kilométert, akár 1500-at, vagy 1700-at, és olyankor a legmélyebb emberi gondolatok fölmerülnek a fiatalokban, idősebbekben, és a papot arról kérdezik, ami az ő feladata, hogy lelkiekről beszéljen. Mit is jelent az, hogy keresztények vagyunk, vagy kereső emberek? Milyen az az Isten, akinek a szolgálatában állítjuk az életünket, azzal, hogy szeretjük embertársainkat, dolgozunk, csináljuk a mindennapi dolgainkat? A hét határon át rendezvény sorozatán ezt tapasztaltam meg, hogy éppen amiatt, hogy biciklizünk, vagy van egy kis szél, vagy van egy kis emelkedő, vagy nehezebb a tekerés valakinek, vagy van egy kis műszaki hiba, akkor olyan közösségként tudunk fellépni, vagy közösségi érzés alakul ki mindenkibe, hogy ez máshol nem biztos, hogy megvalósul, és éppen ezért kellenek ezek a zarándoklatok. Olyan sok meglepetésben volt részünk, amivel most még beszélni is alig tudok. Igazából a tegnapi nap érkeztünk, Baktán találkoztunk a barátainkkal, kerékpáros barátainkkal, Beregszászról, Erdélyből, Felvidékről, illetve Nyíregyházáról, Kisvárdáról. Telepestét szépen mindenki a maga módján töltötte el csendességben, és most készülünk arra, hogy bemegyünk, megtekintsük a liturgiát, illetve utána lassacskán elköszönünk a barátainktól, és elbúcsúzunk, mindenki megy haza maga kis útjára, úgyhogy köszönöm szépen. Először Nagydobronyból el kellett bicikliznem Beregszászba, és utána indultunk Beregszászból egészen idáig. Szóval hosszú utat tettem meg azért, hogy ide jöhessek, és ilyen élményekben lehessen részem, hogy lássam a templomot, lássam a kápolnát, ezt a képet, ezt a szent képet, amiről már annyi sokat hallottam. Nagyon vidámak voltunk, jó volt a hangulat, egész végig jól éreztük magunkat. És nagyon szeretnék jövőre is eljönni, vagy esetleg hasonló más túrákban részt venni, mert ez tényleg felethetetlen élmény mindenki számára. Nagyon jó volt, én nagyon jól éreztem magam, és nem bánom, hogy eljöttem. Tehát a lelkiépülés a legfontosabb egy ilyen zarándoklat alkalmával, és ez mindenképpen át lehetett élni. Akár a nagy templomban, akár a fa templomban tartott istentiszteletek során. A másik hozadéka, hogy össze tudunk találkozni, össze tudunk jönni közösen egy ilyen alkalomból. Jó, mehetünk akkor!